Két trófea és az azok megszerzéséért igen sokat tett fiatal emberek érkeznek a vízilabda aréna udvarára. Történik mindez péntek délután, egy furcsa szezon lezárásaként. A csapat a klub történetének 10. magyar bajnoki címét szerezte meg, valamint első ízben nyerte meg az Eurókupát. Így már az összes létező pólos trófeát legalább egyszer megszerezte. A csapatkapusa Nagy Viktor az olimpia után dönt a folytatásról. A csapat magja, a magyarok, azok minden itt maradnak, és jelen pillanatban még ugye próbálunk olyan külföldieket idehozni, két helyünk van még, akik segíteni tudják azt, hogy jövőre jó eredményeket érjünk el. Egy légiós hely már elkelt. A holland válogatott 23 éves centere Bilal Badamasi érkezik, mellette pedig Pető Attila a KSI-ből. A szerb légió elköszön, Radomir Drašović és Duško Pietlović hazatér, a Novi Belgrád játékosa lesz. Nagyon jól éreztem magam Szolnokon, de nem csak én, hanem a családom is. Megszerettük ezt a várost. Nagyon sok park, zöld terület van, ez a kisgyermekes családoknak nagyon fontos. Ezt mi is nagyon élveztük. A klubról pedig? Sokfelé játszottam már, de még soha sehol nem tapasztaltam olyan családias hangulatot, mint itt. Filip Filipović a görög Olympiakos Piraeus játékosa lesz. Első szolnoki edzése után Živko Gocic vezetőedző azt mondta neki, hogy a következő interjút már magyarul kell adnia. Amikor taktikai megbeszélésen vagy meccs közben időkérésnél Zsile magyarul beszél a pólóról, akkor azt mindig megértem. Az uszadán kívül viszont csak egy kávét tudok kérni. Igaz, a pandémia miatt zárva voltak az éttermek, ha oda is mehettem volna, sokkal jobb lenne a magyar tudásom. A szolnoki Dózsa pazar szezont futott, a következő évben pedig újra a Bajnokok Ligájában szerepelhet. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen csapatom van, és hiába nagyon sok mindenki azt mondja, hogy nekem jobb, nekem a legjobb a csapatom, nekem nem. Nekem meg papír is van róla, hogy az én csapatom a legjobb, és ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok erre a dologra. Csütörtökön Belgrádban kezdődik a Bajnokok Ligája 8-as döntője, amely amellett, hogy az európai klubpóló legfontosabb eseménye, a legnagyobb játékos börze is egyben. Könnyen elképzelhető, hogy a hiányzó két légiós a Final 8 résztvevő csapatból érkezik Szolnokra.